szemlélek társalgó. Ebben az évben ez az utolsó előtti adása a Szemlélek társalgónak. Köszönti önöket a műsorvezető Gégény István, köszöntöm műsorvezető társamat Sáhó Esztert. Köszöntöm a hallgatókat, szervusztok! És ez egy ünnepi beszélgetés, egy ünnepi adás, és megtisztelt bennünket két katolikus főpásztor, velük fogunk most beszélgetni, és a velük való régóta fennálló baráti kapcsolatunknak köszönhetően közvetlen hangnemben fogunk majd társalogni. Ezt kérjük, hogy nézzék el nekünk a kedves hallgatók, úgyhogy szeretettel köszöntöm Beer Miklós püspököt. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És Varga László katolikus püspököt. Szeretettel köszöntelek benneteket és a hallgatókat. Hát Isten hozott benneteket, és ez nem csak egy ilyen közhelyes mondat szeretne lenni, hanem azt gondolom, hogy egy igazán szép kihívás volt összeszervezni, hogy ez a beszélgetés összejöjjön, de tényleg ez ünnep számunkra, hogy együtt lehetünk, és az első kérdésem az hozzátok egy nagyon általános és mégis konkrét, hogy hogyan érzitek magatokat 2022 év végén, egy kicsit összegezve ezt az esztendőt, ami azért most már mögöttünk áll? Hát én nyugdíjasként könnyen beszélek, ugye egy kicsit a nyugdíjas lét távlatából nézem a világunkat, egyházunkat, hazánkat, és kétségtelen, hogy a napi találkozásokban, beszélgetésekben mindig előkerül az az aggodalom, hogy mi lesz velünk, mi történt velünk az elmúlt időben, mi ad nekünk bátorítást és reménységet. Tehát ami elsősorban eszembe jut, ott Nagymaroson élek most már 3 éve, hogy alkalmam van egyre több személyes találkozóra. Gyakran járok betegekhez, ott a környéken rendszeresen tartok szentmiséket. Most sajnos, vagy természetes, hogy nagyon sokszor találkozom a gyásszal. És ezek a napi élmények tartanak ébren, hogy itt és most ezek között a körülmények között keressük az Úristennek a szándékát. Mit vár tőlünk? És hát azt, amit sokszor szoktam idézni az öreg Brusznyai Józsi bácsitól, az öreg papunktól, aki most lenne 100 éves, hogy a minden reggel ezzel kezdi, ezzel a kis imával: Uram, fölébredtem, mit vársz tőlem? Segíts, mert tenni akarom, amit vársz. Ez az indításunk. És azt hiszem, hogy most az elsődleges aggodalom a beszélgetésekben ott van a energiaválság kapcsán és a háborúválság körül, hogy hogy fogjuk ezt megoldani, ezeket a nagyon váratlan élethelyzeteket. Nem vagyunk fölkészülve. Jönnek az első gázszámlák, villanyszámlák, naponta hallom a panaszokat és az aggodalmat, hogy az elmúlt napok azért egy kicsit megvicceltek bennünket, hogy nem olyan magától értetődő, hogy beülünk az autónkba. És én azt hiszem, hogy az Úristen megpróbál bennünket, de egészen biztos, én így hiszem, hogy ezek között a új élethelyzetek között akarja, hogy a hitünkről tegyünk tanúságot. Arról a hitről, amire most karácsony előtt odafigyelünk, kérünk, hálát adunk, hogy velünk az Isten, nem vagyunk egyedül. Laci atya, mi van? Milyen gondolatok vannak most a te szívedben? Ugyanaz, ami évelején volt, egy évvel ezelőtt kezdtem el készülni a idei nagy lelki gyakorlatra. Minden évben tartok egy lelki gyakorlatot, ami most már nem egy, hanem 6 lelki gyakorlat, 6 időpontban, újra és újra mondom, és amikor tavaly 21 karácsonya körül úgy döntöttem, hogy az idei évnek a témája a békességteremtés lesz, akkor még nem tudtam, hogy kitör a háború, akkor csak azt tudtam, hogy választások lesznek. És hogy nagyon megosztotta az egyházközség, az egyház, a társadalom. És ez az igéjött, hogy boldogok a békességteremtők, és úgy döntöttem, hogy erről beszélek. Nagyon érdekes, hogy amikor először
még csak a témák voltak meg, és ezt föltettem a Facebook oldalamra, az öt témát, Krisztus békéje, a békességteremtés a szívben, a szívünkben, kapcsolatainkban, egyházunkban, társadalomban. Azonnal jött egy komment Győrből, ami így szólt, hogy maga egy szabadkőműves eretnek magát föl kell függeszteni. Erre én azt mondtam, hogy ennél aktuálisabb téma nincs. Ha erre ez a reakció, erre a témára, még csak a címeket írtam ki. És akkor nekiálltam erre készülni, és végül is az egész évemet ez határozta meg. Nagyon sokszor, nagyon sok helyen kellett beszélni a békességteremtésről, közben kitört a háború, és egyre aktuálisabb lett az, amiről beszélni szerettem volna. Amikor kitart a háború, akkor az első iga, ami eszembe jutott, az nagyon meglepett. Megtudtam, hogy mi van, és ez az iga jött Lukács evangéliumából, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. Én pedig imádkoztam érted, hogy megtérve megerősítsd a testvéreidet. És gyakorlatilag ez úgy meghatározta az irányt püspökként, hogy megtérve megerősítsd a testvéreidet, azzal a biztonsággal, hogy értem, Jézus közben jár. És aztán ez az egész évemet meghatározta, a helyzet egyre rosszabb. Én pedig azt gondolom, hogy minél nagyobb a sötétség, annál nagyobb jelentősége van a legkisebb fénynek, a világosságnak. Úgyhogy én nem keseredtem el ettől a történettől. Szerintem volt ennél sokkal rosszabb helyzet is az egyház történelemben és a világ történelemben is. Meg kell térnünk, és újra fényt és világosságot kell gyújtanunk. Énben nem ez van, és hát így megyek át majd a 23-ba. Laci atya, nekem mindig egyre inkább az a benyomásom rólad, hogy te valamit nagyon jól csinálsz ebben az egyházban. Egyrészt ugye nálunk van egy rovatod vasárnaponként, minden nap kiteszel egy kis gondolatot a Facebook oldaladra. Most mesélted ezekről a lelki gyakorlatokról, és én ott voltam idén Kaposváron, a karizmatikus országos találkozón. Rengetegen volt, tehát megtöltöttük gyakorlatilag a csarnokot. Nagyon sok megyés papod is ott volt aztán az esti szentmisén, tehát öröm volt látni, hogy 30-40 felszentelt pap indul az oltár felé. És az a gondolat van bennem, hogy én azt gondolom, hogy nem lenne kötelező ezt neked csinálnod, mégis teszed, és annyira jó nézni, hogy mi a titkod, miért mik ennek az aktivitásoknak, mi van ezeknek az aktivitásoknak a hátterében? Volt egy-két élményem, volt egy megtérés tapasztalatom, egy út Szentlélekben való újjászületés tapasztalatom, és hát egy idő óta csak arra figyelek, hogy ne álljak útjába a Szentléleknek. És hogy nagyon jól működik. Az egyházban is működik. Igyekszem nem útba lenni, és aztán, ha nem vagyok útba, akkor nagyon szép dolgok születnek. Tehát ez nem az én munkámnak a... Én csak együttműködök. Valaki megkérdezte tőlem, hogy ilyen időkben milyen püspöknek lenni, katolikus püspöknek, mondtam, hogy tök jó. azért, mert hát Jézus Krisztus ugyanaz, a Szentlélek ugyanaz, a mennyei Atya ugyanaz, asszisztálok. Amit megértek, amit befogadok, azt megpróbálom megtenni. Aztán vagy sikerül, vagy nem, soha nem adja fel, mindig újra kezd velem, ha én nem teszem meg valami miatt, akkor újra kezdi. És ez nagyon szép. Nekem az jutott eszembe, miközben elmondtad az iménti gondolataidat, és tényleg nem beszéltünk össze, hogy mi az előző évnek, tehát 2021-nek a végén gondolkodtunk azon, hogy mondjuk lenne egy ilyen mottója 2022-nek, mi lehetne az, és tényleg nem volt itt a háború, de mégis a ne féljetek buzdítást éreztük a szívünkhöz közel állunk, hogy ezt nagyon kell ma Magyarországon hangsúlyoznunk. Aztán kitört a háború, aztán csomó félelem, ha addig nem lett volna, akkor lett az emberek szívében, és már most eldöntöttük, és tudják is már a Szemléleknek az olvasói, hogy 2023-ra pedig a legyen világosság, szintén szentírási, hát Istentől származó bátorítás, buzdítása vagy felszólítás az, amit szeretnénk
felhangosítani pontosan azért, amit elmondtál, hogy a sötétség, az anyagvilága, az önzés, a sok bűnre való lehetőség az eluralhatja az életünket, és nézhetjük ezt az oldalát is a világnak, meg nézhetjük azt is, hogy mi a mi küldetésünk egy mindenkor sebzett és küzdő világban. Ugye a Ferenc pápától idézhetném ezt a bizonyos, hogy tekintsünk egyfajta tábori kórházként az egyházra, ahol mindig van tennivaló, mindig van sebzettség, de nem a harangok félreverésének az ideje van, hanem a cselekvésé. És ha már itt elhangzott, nem ez volt a mostani műsor vendégeinek az összeállításának az alapja, de hát két a médiában nagyon aktív, közösségi médiában nagyon aktív főpásztor ül itt most ennél az asztalnál, mert hogy Miklós püspökte pedig hát onnantól, hogy most én nyilván egy kicsit ilyen idézőbe fogalmazok, mert tudom, hogy nagyon sok dolgod van, de hogy felszabadult az időd, és már nem kellett az egyházmegyének az ügyes-bajos dolgait püspökként intézned, hát a szabad idődben felcsaptál vloggernek, és ilyen kis videós üzenetekkel mindig egy picit segítetted, támogattad a közbeszédet. Én tényleg abból az oldalban nézem ezt, nem csak, hogy egy püspök beszél egy kamerában, amit tudom én a Duna partján, vagy különböző helyszíneken, hanem hogy mindig van egy pici hozzáad ahhoz, ami úgyis ott van a sok-sok újság, meg nem tudom, hogy felületen. Milyen visszajelzéseket kaptál erre? Tehát volt ennek hatása nézettségem? Ami igazán meglepődtem, hogy szinte senki se lepődött meg rajta. Olyan természetesnek vették, hogy hát én most már ráérek, és mondjam el, hogy én hogy látom a világot. És nagyon kedves visszajelzéseim vannak. Persze ezzel küszködöm, ezt elmondom nyugodtan nektek, bevallom, hogy képtelen vagyok a Facebook oldalamat kezelni, és hát a rengeteg információból mindig csak töredékét tudom tudatosítani, vagy azokra reagálni. De sokakhoz eljut. És azt hiszem, hogy éppen ez a mostani helyzet, ami hát az előbb már ugye fölvázoltunk, ez jelzi azt, hogy az Úristen mindig egy adott korhoz fölkészít bennünket. És hát ezt is sokszor emlegetem, hogy a járványnak köszönhetjük azt, hogy sokkal inkább fölértékelődött a kommunikációs lehetőség, hogy minden szentmisénket közvetítjük, hogy tényleg elérhetők vagyunk akár ilyen modern média felületeken is. Ezt tulajdonképpen ennek köszönhetjük. Persze ezzel szoktunk egy kicsit aggodalmaskodni, hogy a személyes találkozás nem kerül le háttérbe, de én azt hiszem, hogy ez most úgy kiegyenlítődni látszik, hogy nagyon sokan kísérik figyelemmel a megnyilatkozásainkat. Hát én különösen a vasárnapi esti miséről hallom, hogy az ország legkülönbözőbb részein a Pax televízió közvetítésével nagyon sokakhoz eljut a kapcsolatom, visszajelzik, és azt hiszem, hogy együtt keressük az Úristennek a szándékát. És hát azt hiszem, hogy én is csatlakozom László atyához, hogy a megbékélés. És hát a megnyilatkozásaimban nagyon sokszor idézhetem Ferenc pápát, és könnyű dolgunk van, mert olyan főpásztora van az egyházunknak, aki olyan világos utat mutat. És hát én különösségképpen ezt szeretném hangsúlyozni, most is az elmúlt évre is visszatekintve, hogy a párbeszéd kultúrájára hív. Az az őszinte, bizalomteli odafordulás a világvallások vezetői felé, és mindenki felé. Azt hiszem, hogy ez egy nagy példaadás nekünk, vagy hát világosság, hogy hát itt testvérek vagyunk. Hát mi össze kell, hogy kapaszkodjunk, együtt keressük a megbékélésnek az útját. Egy korábbi podcast adásunkban arról beszélgettünk Füzes Ádámmal és Hodász András atyával, hogy mennyi sok nehézség, kihívás jelentkezik az egyház struktúrában, és
ehhez egy kicsit kapcsolódva készítettünk is egy felmérést a Szemléleknél, amiben az jött ki, kifejezetten azért hoztam most ezt elő, mert a kommunikációval kapcsolatos, hogy az emberek többsége azért úgy érzi, hogy egy gyenge hármas osztályzattal lehetne összefoglalni azt, hogy hogyan kommunikál az egyház, legalábbis a magyar keresztény egyházak, tehát ez most így nem kifejezetten a katolikus egyházra vonatkozik, de ne legyünk, hogy is mondjam, igaztalanok, vagy ne általánosítsunk, hiszen van egy ilyen megtapasztalás, és nyilván ezt ti is magatokon érzitek, amikor szólalni, mit mondani, mikor csöndben maradni, és nagyon örülök, hogy nem vagyok ilyen szempontból a püspökök helyében, mert kívülről mindig az ember nagyon okos. De vegyük észre azt, hogy itt vagytok például ti, és itt van például az a Ferenc pápa, aki még a Twittert is nagyon aktívan használja, úgymond csivitel, de végig-végig egy ilyen jézusi módon ad nekünk pici támpontokat, és én úgy készültem is, majd kiderül, hogy eljutunk-e odáig, de hogy a mai beszélgetésünkben is, hát ha csak azt a kötetet nézzük, aminek az a címe, hogy Álmodjunk együtt. Majdnem mindegy, mi van abban a könyvben. Egy pápa azt mondja, arra hív, hogy álmodjunk együtt. Ez egy olyan új pásztori stílus, amit már ismerünk tőle, hiszen tőle ez nem meglepő, de mégis egy inspiráló, vonzó, mint ahogy ez a szinodális folyamat, aminek az egyik fő gondolata az, hogy haladjunk együtt, másrészt pedig, hogy meghallgatás, megértés, elkísérés, ilyen szavak szegélyezik ugye ezt a szinodális folyamatot. Szóval, hogy nyilván hosszú volt a bevezető, de hogy számotokra, akik azért több pápa alatt szolgáltatok, több pápát megértetek, mi jut eszetekbe Ferenc pápáról? Nagyon hálás vagyok a Szentléleknek, hogy kihalászta onnét a világ végéről, és ő lett a katolikus egyháznak a feje. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a peremre jutottak, ha szegények, ha sebzettek, neki nagyon fontosak. Hogy folytatta a zsinatnak az útját, amit II. János Pál pápa, 16. Benedek is folytatott, és még tovább ment ezen az úton szerintem, mint a két elődje, és ezt nagyon következetesen próbálja. Ami az egyházról alkotott, vagy való kijelentése, hogy a tábori kórház az nagyon, nagyon eltalált, és nagyon fontosnak tartom, hogy az egyház a gyógyulás helye legyen. Mert szellemi harc van, erről sokat szoktam beszélni, háború és szellemi harc van, fizikai háború is, a harmadik világháború, szintén Ferenc pápa gondolata már évtizedek óta megy. Most, de közben nem beszélünk, mi keresztények, vagy nem tudom, mondjuk az egyházban kevesen beszélnek arról, hogy ez szellemi harc is sokkal magasabb szinten is történik egy háború pont a világosság ellen, a Krisztushoz tartozók ellen, és az élet ellen. Mert Jézus azt mondja a sátáról, hogy a hazugság atya és gyilkos kezdettől fogva. Folyamatosan tanulni vagyunk a működésének, és keveset beszélünk róla, mintha nem is létezne. Ha ez előkerül teológusok között, akkor sokan mosolyognak, hogy hát jó, szép, de a tudomány már sokkal előre haladottabb állapotban van. Én meg folyamatosan találkozom az áldozatokkal. A gyóntatás közben is, meg a lelkivezetés közben is, mivel nem hagytam abba a püspökszentelés óta ezt a két műfajt, hanem délután folytatom azt, amit plébánosként csináltam, hogy fél kettőtől, ha otthon vagyok, akkor délután, vagy este 7-8-ig jönnek az emberek, és gyónnak, és beszélgetünk, és hallgatom őket, és imádkozom értük. Szellemi harc van. És ezt sokkal komolyabban, szerintem komolyabban kellene venni, hiszen ez nekünk hatalmunk van. A keresztségünk által, Krisztustól kapott hatalmunk, hogy az igazi ellenséggel is szembeszálljunk. Az igazi ellenséggel, aki fölötte van a világkormánynak, vagy a kormányoknak, és aki tényleg diabolosz, és csak az a cél, hogy
hogy hatalmas pusztulás legyen a világban. Tudunk-e ebbe az irányba segíteni? Ez a tábori kórház gondolat nekem ezt is eszembe jutatta, hogy nem csak fizikai lelki sebesülések vannak, szellemileg, már spirituálisan is támadás alatt vagyunk, és itt is segítenünk kellene, és hatalmunk van, de nem használjuk. Én is csak megerősíteném, amit László Püspök atya mond, hogy Ferenc pápa azzal az érzékenységgel van jelen a mai világban, amit hát Jézus Krisztustól tanulunk. Olyan gyönyörű az egyik liturgikus szövegünk, hogy nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Most úgy visszaidézem azt a Wim Wendersnek a filmjét, a Ferenc pápáról szólt, egy hiteles ember. Az egy nagyszerű összeállítás volt, ahol egy-egy világprobléma témájához az ő személyes véleményét kérdezték meg. És hogy tényleg mindenhol érzi az együttérzést, a gyógyításnak a küldetését. És azt hiszem, hogy tehát a párbeszéd mellett a szolidaritás, az együttérzés a szenvedő emberekkel. És hát itt azért most rögtön hozzá kapcsolom ezeket a döbbenetes tényeket, hogy 8 milliárdnyian vagyunk már, de milliók éheznek, és milliók halnak éhen. És közben háború van, tehát ezek amit az előbb mondtál, hogy ez a gonoszság hatalma ennyire kézzel fogható. És hát halljuk ezeket a környezet károsításról nem is beszélve, de halljuk ezeket a megállapításokat, hogy meg lehetne oldani az éhezést. Ferenc pápa nemrége mondta, ha csak egy évig nem gyártanának fegyvert. Más valaki azt mondta, hogy ha csak egy évig nem árulnának kozmetikai szereket, nem lenne éhezés a világban. Tehát ezek ennyire kézzel fogható a gonoszságnak a hatalma, a gyűlölet, a kapzsiság, hát az önzésnek hát a jelenléte, és hát ezt Jézus erejével kell nekünk leküzdeni. Annyit fűznék hozzá, Miklós, hogy egy kicsit elszerénykedtél az elején, mert hogy te ebben teszel is, hiszen a nyugdíjas éveidre nem csak, hogy vlogolsz, hanem alapítványba is betetted a személyiségedet, a nevedet, az ismertségedet, tehát, hogy én te teszel is. Én láttam egy videót a Szemléleken erről, igen, egy videóinterjút. És most a hallgatóknak mondom, hogy nem azért dicsérgetjük itt szembe sem Laci atyát, sem Miklós atyát, mert itt ülnek velünk szemben, és püspökök, és minden tiszteletünk, hanem ti vagytok azon nagyon kevés, ezt most ilyen sajnálattal mondom, papok, püspökök egyike, másika, akiről egész évben tudunk cikkezni, mert olyanokat szólaltok meg, úgy kommunikáltok, olyan cselekedetek vannak a szavaitok mögött, amit érdemes felmutatni. Na, hát akkor innen kapaszkodjunk is bele, szerintem a szinodális folyamatba, mert hogy úgy érzi Ferenc pápa, és azt gondolom, hogy ráérzett arra, amit sokan érzünk, hogy valami gyökeres változtatása van szükség az egyházban, a világegyházban. Ugye ez a szinodális folyamat, ez tényleg erről szól, hogy kapjuk össze magunkat, kicsit úgy mosakodjunk meg, legyünk edzettebbek, és aztán döntsük el, hogy min akarunk akár változtatni, akár min akarunk erősíteni, de hogy már túl sok sebzettséget hordozunk ahhoz, hogy ez így csak úgy menjen tovább. Én legalábbis így fordítom le ezt a püspöki szinódusig tartó utat, és ez valóban egy út, aminek volt egyházmegyei, most zajlik talán a nemzeti, és utána majd a püspököknek a tanácskozásában 2023-ban lesz a végkifejlete. Zajlottak idehaza is egyházmegyei zsinatok. Laci atya, úgy fordulok hozzád, mint aki végig is vezettél egy ilyen egyházmegyei zsinati folyamatot. Persze nem tudom, hogy ez pontosan a szinodális úthoz kapcsolódott, de nektek volt egy egyházmegyei zsinatotok. El tudod röviden, tömören mondani, hogy mondjuk mi lett a végeredménye, a tanulsága, hiszen össze is foglaltátok egy kiadványban ennek a zsinatnak, ami a Kaposvári Egyházmegyében zajlott?
A legnagyobb ajándék az volt, hogy meghallgattuk az embereket. Több ezer embernek a válaszait hallgattuk meg a kérdéseinkre, és abból próbáltunk valamilyen utat megfogalmazni. Ami speciálisan a mi területünk, a papság területe, ott arra a kérdésre, hogy mit vársz, vagy mit szeretnél, hogy milyen legyen a papod, 90% azt válaszolta, hogy hiteles. Hiteles papságot szeretnénk. Én nagyon remélem, hogy a papság nagy része hiteles. Tehát nagyon, én azt gondolom a püspöktársaimról is, meg a paptestvérekről is, hogy paptársaimról is, hogy kiki a maga helyén megpróbálja, ahogy a lehetőségei, a hűsége engedi adott körülmények között a saját karizmáival, a saját képességeivel szolgálni az egyházat. Ami nekem nagy élmény volt az, hogy a világiak rendkívül módon örültek. Tehát a zsinati csapatban fele, világi fele egyházi személy volt. Nagyon boldog voltak, hogy megkérdeztük őket, hogy elmondhatták a csoportokban, amikor már konkrétan a zsinati folyamat ment. Született egy eredmény, de igazából most jön a java. Mert ennek a könyvnek életé kell válni, vagy amit ott határozatokat, rendelkezéseket, vagy javaslatokat megfogalmaztunk, abból kell, és már most látszik, hogy milyen területeken kellene újra zsinatolnunk. Alig, hogy befejeztük, mindjárt kiderült, hogy melyek azok a területek, amiket folytatásként elő kell venni. A szinodális folyamatnak annak nagyon örültem. Bár mi előbb elkezdtük, de aztán az lett a szinodális folyamat a Ferenc pápa szándéka szerint, amit már megpróbáltunk. Elirigyelte tőletek, meghallottam, bizonyít a Kaposvári Egyházmegyében, ezt világszintre kéne emelni. Nem egészen így volt, bár bocsánat, ezt csak zárójelbe. Egyik újságíró megkérdezte tőlem, amikor a Ferenc pápát kinevezték, hogy hát én a Ferenc pápát utánzom, hogy itt megyek a hajléktalanok, meg a szegények felé, meg a sérültek felé. Én azt mondtam, hogy Ferenc pápa még püspök se volt, amikor én már ezt elkezdtem. Nem néztem meg, mikor lett püspök, de találkoztunk ezen az úton, mert nekem is nagyon évtizedekkel előtt kapcsolta össze a szegényekkel, a sérültekkel, a Jóisten az utamat. A szinodális folyamat. Azt gondolom, hogy nagyon reményteli az egyházon belül, ha tényleg megtartjuk. Tehát ha tényleg hajlandók vagyunk meghallgatni az emberek hangját. A második vatikáni zsinat többféle egyházképpel dolgozott. Az egyik a Krisztus titokzatos teste, ami azért izgalmas nekem, mert a feje Krisztus, nem a püspök, vagy a plébános, vagy a hanem az Úr Jézus Krisztus, és a legkisebb tag is számít. A legkisebb tag is Pál apostol szerint. A másik az Isten népe a Szentlélek vezetése alatt, Isten zarándok népe a Szentlélek vezetésével. Most, ami a szinodális folyamat, ez nekem ennek a megvalósulása, hogy Isten népe, akiben működik a Szentlélek, minden tagjában működik a Szentlélek, nem csak a pápába, vagy a püspökökbe, vagy a felszentelt papokba, hogy az ő bennük működő Szentléleknek teret adni, meghallgatni, és ami nekem a legkedvesebb egyházképem szintén a zsinat nyomán, az a kommunió egyházkép, a Szent Háromságos szeretetnek a közössége. Ezt kellene prezentálni nekünk az egyházon belül, a Szent Háromságos szeretet közösséget, és ha ezt a hármat élnénk bármelyik változatban, bármilyen sorrendben, akkor már a klerikalizmus nem működne, amit a Grech Biboros nagyon frappánsan így fogalmazott, hogy vallási nagyképviség, és ennek, ez nagyon tetszett, mert ilyen találóan kevesen fogalmazták meg nekem, és az is új volt, hogy nem csak a papok problémáján van. Ja, arra gondolsz az interjú, amit Panonhalmán készítette,
ott egyértelmű, hogy ez a világiaknak is. A vallási nagyképűség a legtaszítóbb. Kétféle dolog miatt nem jönnek az emberek az egyházba, az egyik, mert nem találkoztak még katolikussal, meg mert találkoztak katolikussal. Úgyhogy azt gondolom, hogy valaki azt mondta, hogy hát gyere, miért nem jössz a templomba? Azt mondta, azért nem, mert ott csupa farizeus van és nagyképű ember. Mondta, hogy egynek még van helye, gyere. És engem ez a folyamat, mivel benne voltunk, amikor a szinodális folyamatot megkérdett a Szent Atya, nagyon örültem neki. A megkülönböztetés nagyon izgalmas, tehát nem csak egyszerűen meg kell hallgatnom, találkozni, meghallgatni, és meghallani, amit a Szentlélek rajta keresztül mond, mert meghallgatni, meghallgathatjuk egymást nagyon sokféleképpen. De mit mond a lélek? A gyóntatásnál, a lelkivezetésnél is fontos nekem, hogy hallgatom azt, aki ott van a problémájával, az egy dolog, hogy meghallom-e, hogy mit akar mondani, mert a szavak mögött azért üzenet van, és lehet, hogy nem tudja megfogalmazni, de még izgalmasabb az, amiért nekem papként, lelkivezetőként, hogy de mit mond a Szentlélek? És erre kell radar, kell odafigyelni, és itt említetted ezt a Ferenc pápa is mondja, meg a strukturális változásról beszéltetek itt valamelyik podcastban. A misztérium. A hit oldaláról közelíteni az egyházat. Ha nem onnét közelíteném, akkor én nagyon nehezen lennék a helyemen. De hogyha a hit oldaláról közelítem, ez Krisztus titokzatos teste. Ahogyan az eukarisztia, a hit titka, nem a tapasztalaté, nem az érzéseké, nem a vallási élmények titka, hogy most megáldoztam és már transzba estem, hanem a hitnek a titka, és az egyház is a hit misztériuma. Ha nem innét közelítem, hanem csak a struktúrát nézem, vagy az intézményt, akkor nem jutok messzire. Illetve hát ki fogok ábrándulni. Kétségbe fogok esni, hogy na hát, de hát azt gondolom, hogy amikor Jézus a 12-t kiválasztotta, ahhoz is nagy hit kellett, hogy őrőlük kell hinni, hogy ez az a csapat, amelyik aztán az evangélium üzenetét, vagy Isten országát egész világra el fogja vinni. És miattuk ülünk mi most itt? Igen. Tehát ezt csak hozzátenném, mert könnyen beleveszünk a meghallgatás, a találkozás és a meghallgatás során, beleveszünk a problémák közönébe. Ha nem lép be a hitnek a titka, akkor nem látunk tovább az Úrunknál, szerintem. Akkor csak a struktúrát, az intézményt látjuk, és hát mindenféle projektek vannak az egyház megújításához, meg az evangelizációhoz, de mire elkezdjük, már lejárt. Szerintem nem, már elavult. A Szentléleknek van az a frissessége, amelyik képes bármikor továbbvinni, és képes a hit oldaláról megközelíteni. A történelem is, hát ami most zajlik, az, ha csak ez a történelem, akkor hát félbe kell lőni magunkat, hát vége. De hogyha ez egy üdvösségtörténet, amelyik az omega pontba és Krisztus második eljövetelébe és az új ég és az új föld távlatába mozog, akkor mégis van értelme a hónap újra kezdeni és hinni. És mi lesz ezekkel a meghallgatásokkal, most a szinodális folyamatra visszatérve? Ugye egy nagyon súlyosat említettél, egy visszajelzést, hogy hiteles papokat szeretnének a hívők, de biztos még egy csomó más visszajelzés nem, is érkezik. Nem súlyos, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez a szentélek munkája. Hogy mi lesz aztán ezekkel a meghallásokkal, hogy ez például rád ró-e feladatokat, mint az egyház megye vezetője, és akkor itt majd valamiféle változtatásról, hogy lehet megfogni egyet, hogy hitelesebb papokat szeretnénk, meg a nagy szinodális folyamatnál is majd ugye ez a nagy kérdés, hogy összegyűlik egy csomó minden, amit visszajelzünk, akár a Vatikánnak, és akkor utána mi lesz ezekkel? Jézus azt mondja, hogy amit akartok, hogy veletek tegyenek, ti is tegyétek meg. Tehát ha hívekről, akik ezt írják, azt mondom, hogy ha hiteles papot szeretnél, akkor legyél hiteles keresztény. Nagyon nagy szükség van rá. A papok alig vannak létszámban hozzájuk képest. Hiteles keresztény, és ez
az evangelizációval összefügg. A papoknál szintén. Tehát én azt gondolom, hogy püspökként mindenképpen ez az első lépésem, hogyha amiben problémát látok, vagy ahol gond van, ott magamon kell kezdeni. Tehát ha gond van, akkor én hol tartok? Akkor nekem kell újra kezdenem. Hol kell nekem megtérni, hogy aztán tudjak segíteni a szenvedő paptestvéremnek, vagy annak, aki éppen mellékúton jár. Miklós püspök, én úgy fordulok hozzád ugyanezzel a kérdéssel, tehát, hogy mondjuk mind kéne változtatni, vagy mind kéne erősíteni az egyházban, hogy hát ez a Szemléleknek a története is azért azzal indult, hogy volt nekünk néhány olyan beszélgetésünk kettőnknek, ami sokan mondták, hogy nagyon érdekes, csak nem találtunk felületet, ahol megjelenhetne, és a Szemlélek így vált egy olvasott felületté, és amikor mondjuk egy talán türelmetlenebb, változásra vágyó hívőnek fölteszik az a kérdést, hogy hát mi legyen a jövő egyháza, hát ezt a cölibátust, a kötelező cölibátust azt már föl kéne oldani, lehessenek nők is, papok, meg szóval sok ilyen úgymond sláger témát elő lehetne hozni, aminek nyilván nem teljesen alaptalan az, hogy ezt fölvetik. De nekem egyre inkább így a kommunikátorként, tehát aki sokat írok, és sokat foglalkozok, sokat beszélek, és hallgatok másokat is az egyháznak a küzdelmeiről, mondjuk korunk egyházának a kihívásairól, azt látom, hogy ez egy ilyen kicsit részletkérdés, bármennyire is furcsának hangzik, mert sokkal fontosabb az, hogy Jézusi, és hát hogyha a Laci atyára akarok utalni, akkor szent lelkese az egyház. És hogyha van benne Jézus, meg van benne szent lélek, akkor el fog jutni arra, hogyha mondjuk változtatni kell részletkérdéseken, mint ahogy például az említett Vatikánum, tehát a második vatikáni zsinatnál ott jelentős radikális változtatások, tehát hogy a főoltár ugye megfordult, a misézőoltár, a népnyelvű liturgia, és hasonló, ami nekünk már evidencia, de aki átélte az előtte meg utána, ez pont éppen a Füzes Ádám említette, hogy az sokakban például törést jelentett. De ott is volt egy nagy változás, de szerintem ez a amit például benned tapasztaltam, vagy veled kapcsolatban, az a beszélő egyház kiegészült a meghallgató egyházzal. És azt gondolom, hogy nagyon sok ember, aki most mondjuk így kívül van, peremen kívül van, közelébe sem megy a templomnak, vagy lehet, hogy megy, de nem tud mit kezdeni mondjuk az egyház valóságával, az mégis elmondja, hogy valami természet felettire vágyik. Ott van neki is a lelkében egy mocorgás, csak valahogy mindig megmondást kap, közleményt kap, prédikációt kap, és nem lehet, hogy e felé kéne elindulni az egyháznak, vagy ebben erősíteni a meghallgatásban, az elkísérésben, lásd, szinodális folyamat. Na, nagyon örülök, hogy erre utaltál. Tehát tényleg a Szemlélek küldetése, én hiszem, hogy ez a Szentlélek Úristennek a műve, hogy megtaláltátok ezt a lehetőséget, egymásra találtatok munkatársakkal, és hát a visszajelzésekből tudjuk, hogy nagyon sokakhoz eljut. Na most ezt a gondolatot szeretném egy kicsit felerősíteni, amit Ferenc pápa olyan egyértelműen szokott mondani, az egyház missziós egyház. A keresztségben missziós küldetést kaptunk. Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. Az átélt Isten élményünk, az Úristen szeretetére való rácsodálkozás kell, hogy indítson bennünket a többiek felé. És most megint az én saját élethelyzetemre utalok, hogy mióta ott élek nyugdíjasként a nagymarosi kis otthonomba, nagyon sokan jönnek. Az úgynevezett kereső emberek. Amire előbb utaltál, ez egy napi élményem, hogy nem tudja, hogy még mi hiányzik neki, de valami hiányzik. És a meghallgatás ilyen értelemben is nagyon fontos. Ugye előbb inkább arról beszéltünk, hogy a szinodális folyamatban az egyházon belül meghallgatjuk egymást papok és hívek. De utána, amit mondtál, Laci atya, hogy Szentlélekkel eltelve tudjunk megszólítani körülöttünk élő embereket. És azt hiszem, hogy tényleg ez, amire Ferenc pápánk utat mutat, ez a szegények iránti érzékenység, a sebzett világ iránti érzékenység, egy olyan nyelv, amit mindenki megért.
Ugye Jézus azt mondja, nem, szegények mindig lesznek veletek. Ezen úgy sokszor elgondolkozom, hogy ez nem véletlen, hogy itt vagyunk a 21. században. Ma ugyanúgy vannak betegek, ugyanúgy vannak rossz helyen, rossz időben született, hátrányos helyzetű emberek. Hát az előbb ezt említetted a cigány missziónknak a feladatát. A cigány családoknak a helyzete, a fogyatékkal élőknek a helyzete, az elvált szülőknek a gyerekei, az egyre több sérült gyereknek a problémája. Ha mi ezeken az élményeken keresztül hallgatjuk meg a körülöttünk élőket, és ezen a nyelven szólítjuk meg őket, akkor elindulhatunk egy közös úton az Úristen felé, hogy utána meghallják az Úristen szabadító szeretetének az üzenetét. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg a szinodális út és meg hát egyáltalán Ferenc pápának a megnyilatkozásai ebbe az irányba biztatnak bennünket, hogy izgasson bennünket az egyház jövője. Legyen szívügyünk, hogy most ebben a számunkra meglepő és, ahogy szoktam mondani, soha nem volt világban, mit vár az Úristen az ő egyházától? Hogy tényleg a Szentlélek Úristen vezetésével megtaláljuk a helyünket, a missziói küldetésünket, de ez tényleg az kell, hogy legyenek olyan fórumaink, ahol, ahogy szoktam mondani, üzemi hőmérsékleten beszélünk már az evangéliumról, az Úristen szeretetéről, egymás szavába vágva, és álmodunk az egyházról. Tehát a bibliakörök, a felnőtt katekézis csoportok, a katekumen csoportok, ezek olyan új lehetőségeink, és hát nem beszélve a média adta lehetőségekről, ahol megszólíthatunk embereket. Vissza is idézem azt a bizonyos első interjút, szerintem 2015. január első napjaiban jelent meg veled, ez körülbelül a harmadik, negyedik bejegyzés volt a Szemléleken. Azért idézem, mert van egy idézhető gondolat, hogy ki kéne lépnünk, ezt ugye tőled idézek, az önszórakoztató gettó egyházból, és elindulni a Szent Ferenci távlatok felé. Talán akkor lassan 8 éve nem gondoltuk volna, hogy úgymond ennyit kell várni rá, de én azért elégedetlen sem vagyok, mert látszanak azért jelei annak, hogy hát most már a katolikus egyháznak is van, nem tudom, Instagram, meg Facebook oldala, ezek a lassú ébredésnek a jelei, de ébredezés az azért igenis van. Hát itt van a Szemlélek, és most már nem csak a Szemlélek van, hát hosszan tudnánk sorolni a legalábbis ilyen vallási, keresztény tematikájú különböző honlapokat, blogokat, sőt beszélgetős műsorokat, sőt van keresztény buli sorozat, tehát hogy nőnek ezek a virágok, és kétségkívül egy ilyen óriási szervezet, mint a katolikus egyház, az nem csettintésre változik, tehát én látom ennek a változásnak a szelét, de Ferenc pápától szeretnék valamit idézni, mert miközben idefelé jöttem a mostani beszélgetésünkre, itt Budapesten, mert budapesti székhelyen vesszük fel a társalgónak az adásait, nagyon sok embert láttam az utcán, a villamoson, belemélyedve a telefonba, és ott olvasott, kommunikált, csetelt, szerintem nem egy új látvány, ez szerintem egy általános látvány. Ha őszinte akarok lenni, és lett volna ott egy tükör, akkor lehet, hogy magamat is ilyennek láttam volna bizonyos pillanatokban. És azért hozom ezt most elő, mert egy kicsit a jövő egyháza felől, a jövő társadalma felé is, hogy mondjuk mind kéne változtatni, vagy mind kéne erősíteni. Ide idézném Ferenc pápa egyik néhány héttel ezelőtti megszólalását 2022. Krisztus király vasárnapján, ami egyben a katolikus ifjúság világnapot is most már összefésülték, és ezen a napon tartják. Ott arra hívta meg az üzenetében, buzdításában a fiatalokat, hogy szabaduljanak ki a telefonjaik börtönéből, és most jön az, ahol a Laci atyához kapcsolódik a Ferenc pápa, hogy és azt a lefelé hajló, telefonba mélyedő fejet, azt próbálják így fölfelé fordítani, és meghallani, meglátni azt, hogy nekik küldetésük van, nekik van egy mennyei atyuk, és hogy ő indítsa őket. Ő indítson bennünket, mondjuk így ilyen régóta fiatalokat is. És most advent vége felé járunk, ugye karácsony kapujában vagyunk, ez összefügg bennem azzal, hogy
hogy nagyon nehezen tudunk várakozni, és nagyon, nagyon azonnal akarunk híreket, azonnal akarunk vásárolni, előre ki akarjuk bontani az ajándékot, ezt üzeni nekem a mindenféle városokban, a karácsonyi énekeknek, a fényeknek, a boltokban is, a mindenféle dolgoknak már a hónapokkal, sok héttel, de akár hónapokkal való erőre megjelenése. Hogyan tudnánk, ha egyetértetek vele, mert szerintem ez egy általános tapasztalat, egyrészt segíteni mindannyiunknak, magam, nekem is mindenképpen kiszabadulni az ilyen kütyüfüggőség, hírfüggőség, jaj, csak le ne maradjak valamiről fogságából. A másik pedig, hogy hogyan tudnánk hagyni, hogy néha igenis legyen egy kis csend, legyen egy kis félhomály, és ne tudjunk mindent. Mert szerintem ez két olyan dolog, ami vallástól függetlenül a globális társadalmat megkísérti. Le kell költözni az internetről. Az egész család fent van. Külön-külön mindenki fent van az interneten, és azon keresztül kommunikálnak. Ez nekem az is, hogy minél előbb, minél gyorsabban, minél több hírt, információt megszerezni, ez azt jelzi, hogy valahol belül nagy űr van, nagy hiány van, vagy félelem, hogy lemaradok valamiről. És nagyon sokan azért nincsenek csendben, szerintem, mert félnek a csendtől, mert ha elcsendesednek, akkor kiderül, hogy mi van ott belül. Ha nem szólhat semmi, nem se zene, se előadás, se semmi, akkor kiderül, hogy ott belül van az Isten. De ehhez csend kell. Ahhoz, hogy föl tudjam fedezni ezt a jelenlétet és ezt a kapcsolatot. Életem egyik legfontosabb felfedezése pont a csend volt. 86. szeptember 18-a óta minden nap ebből élek, ebből a jelenlétből és ebből a csendből. És ha nem fedezem fel, akkor lehet, hogy már rég szétesett volna minden az életemben. Itt viszont nem, az egy csend nem félelmetes, hanem örömteli csend. Azon gondolkodtam, nem vagyok jelen a fronton, de mondjuk azt hallottam, hogy minden infrastruktúrális központot megpróbáltak megsemmisíteni a rakétákkal az oroszok. Nincs villany, nincsen kommunikációs eszköz, nincsenek adások. Végre elindulunk egymás felé beszélgetni, és meg kell hallgatnunk. Az óvahelyen, amikor bezárul minden, akkor ott beszélgetni kell. És az evangélium átadásának föl kell fedezni ezt a nagyon egyszerű módját, hogy beszélgetni, nem csak meghallgatni, nem beszélni kell. Hát nem használhattuk a Római Birodalomnak az infrastruktúráját annak idején, a postát sem, meg semmit, mert üldözöttek voltunk, a keresztények üldözöttek voltak, és mégis nagyon gyorsan elterjedt, mert megtanultak beszélni arról, ami a szívüket nyomja. Jelen esetben az örömhír, amivel be kéne tölteni a szívünket, és azt gondolom, hogy ha még rosszabb lesz a helyzet, gazdaságilag, politikailag, katonailag, vagy háborús helyzet, ez az örömhír szempontjából, annak terjedése szempontjából a Szentlélek biztos, hogy megtalálja azokat az utakat, ahol erről tanúságot tudunk tenni, nem csak vértanúságot, hanem szóbeli tanúságot, és elfelejtettünk tanúságot tenni. Nem beszélünk a hitünkről. Aki a karizmatikus találkozón az egyik előadó volt, a Josip Lončár, őtőle olvastam ezt, hogy 14 ezer embert megkérdeztek, hogy hogyan lett keresztény. És akkor mindenféle válaszok, konferenciák, predikációk, koncertek, fesztiválok, műsorok, ezek mind 10% alatt maradtak. A 75% mondta azt, hogy azért, mert valaki tanúságot tett nekem a saját hitéről. Ezt újra fel kellene fedezni. Az olyan kincs, amit nem lehet. És ez szerintem, ha a történelem ilyen durván halad ebbe az irányba, talán újra felfedezzük, hogy lehet beszélni az evangélium és a Krisztussal való kapcsolatról. Álmodjunk együtt. Amikor ezt mondtad, akkor azon gondolkodtam, hogy,
hogy hát Krisztus elénk élte, hogy miről kell álmodni. Ferenc pápa is ebbe az irányba álmodik szerintem a jövő egyházával. Nekem az álmom, hogy olyan lesz az egyház, mint Krisztus az eukarisztiában. Nagyon kicsiny, szegény, sebezhető és szent. És azt gondolom, hogy a világtörténelmi folyamatok ebbe az irányba viszik az egyházat is. Már nincsen olyan hatalmunk és olyan szerepünk a társadalomban, mint sok évtizeddel ezelőtt. Egyre jelentéktelenebbek, és nem kérik ki a véleményünket nagy társadalmi döntéseknél. Se a tudományban, se a politikában, se a gazdasági életben, sőt, útba vagyunk, mert van értékrendünk. Én nagyon remélem, hogy ez az álmom, hogy olyanná formálja a történelem ura az egyházat, amilyen az eukarisztiában Krisztus, aki itt van közöttünk. Az egyház kicsin lesz, mustárban. Nem a világegyház, a hatalmas egyház, amelyiknek van pénzzel hatalma, az nem Krisztus álma. Ebbe az irányba alakult a történelem során. Ne elemezzük, hogy miért. De ő most is úgy van jelen, hát minden nap ott van a kezembe. Abszolút szegénye. Semmi eszköz nincs a kezébe. És sebezhető. Megtörhetem. Azt csináltok vele, amit akarok. Kiszolgáltatja magát. Nem védi meg magát a Krisztus. Mi meg egyfolytában fegyvert akarunk, hogy megvédjük az elért eredményeinket, meg a... És hogy szent. Fel kell ragyogjon a szentsége, és ez a személyeken keresztül, rajtam, a Krisztus testének a tagjén keresztül fog felragyogni. Nekem ez az álmom, hogy ebbe az irányba visz bennünket a Szentlélek, és ez félelmetes sokaknak, akinek nagy hatalma van, gazdag és a gazdagsága, a biztonsága, annak ez félelmetes, hogy mi az, hogy sebezhető. Hát védd meg magad, biztosíts be magad. Merünk-e olyan egyház lenni, amelyik olyan lesz, mint Krisztus, hogy sebezhetővé teszi magát, és nem védi meg magát, hanem a feltámadás reményével, hitével áll a kínzói, vagy a lejáratói, vagy az üldözői előtt. Ezek álmok. Ezzé szeretnék válni. Mert csak akkor lehet meghívni, bár én csak addig vihetek el embereket, ameddig én elmentem. Tehát csak úgy tudok békességet teremteni, ha bennem béke van. Beszélni lehet róla. De hogy nekem át kell élnem azt a békét, ami Krisztus békéje, és akkor szerintem az evangélium ma is fertőző. Az evangélium ma is a legnagyobb erő, mert ha erről beszélünk, akár a Miklós, a püspök a saját helyén, akár én, az megérinti a szíveket. És ott kell, hogy megtaláljuk az embereket a középpontban. És utána a félelmünket kell, a szellemi harc utána jön, hogy leküzdjük a félelmünket, és az ellenséggel szembe tudjunk szállni akár. Már a szellemi ellenséggel, a gonoszszal. Ezzel kezdődik a kereszténység. Ellene mondasz-e a sátának? Ezt úgy elfelejtettük, mi azt mondjuk, hogy nem akarunk elkövetni bűnt, de ez többről szól. A bűn az következmény. Lepaktáltam valahol az ellenséggel, szóba álltam vele, valahol bekaptam a horgot, és ellene mondasz-e, hogy Isten gyermekeinek a szabadságába élj. Vissza kell vennünk a szabadságunkat az ellenségtől, hogy aztán a hitünkről az Atyába, a Fiúba, a Szentlélekbe és az Egyházba tanúságot tudjunk tenni. Nagyon örültem, amiket mondtál, Laci atya. Nekem eszembe jutott 16. Benedek pápának még a korábbi proféciája, amit valamikor a 80-as években írt, a mustármag reményét. És ezt újra és újra elő kellene venni, hogy micsoda profétai módon meglátta már az egyház küldetését, útját. És hát ugye a mustármag, amit az előbb is mondtál, hogy merjünk kilépni
a magabiztosságnak és a hát a közelmúltban hallottam éppen ezt a mondatot, hogyha a katolikus gőgünkből és tényleg hát a megtestesülésnek az ünnepére készülünk, hogy egy kedves barátom azt mondja, hogy így fogalmaz, hogy a hatalmas Isten bele semmisült a mi emberi létünkbe, hogy kiüresítette önmagát. Tehát ennyire, hát amit az Eukarisztiáról is mondtál, ugye, hogy szinte semmivé vált. És na most Benedek pápa ugye ezzel a mustármag reményével adott nekünk bátorítást, hogy ne féljünk attól, hogy szerényebbek vagyunk, vagy szegényebbek vagyunk. És amit Benedek pápától mindig szoktam idézni, a Deus ex Caritas enciklikájában van az a mondat, hogy az egyház harmonikus egysége a kérügma, liturgia és a diakonia. Hármas egysége. És aztán miközben hallgattalak, ez jutott eszembe, hogy mind a háromba ott van az elcsendesedésnek a lehetősége, hogy újra rácsodálkozni Isten élő eleven igéjére, a Bibliára, a Szentírásra, hogy átelmélkedve meghallani, amit az Úristen üzen. Ott a nagymarosi templomban hát el vagyunk kényeztetve egy kicsit minden nap, egész napos szentségimádás van, hát úgy, mint Kaposváron. Mindig vannak imádkozó emberek, van a csendben. És a harmadik, a diakoniai szolgálatnál is én ezt emelném ki, hogy odaülni egy betegnek az ágyához, nem mondani semmit, csak csendben fogni a kezét. Közelmúltban Ipoly Tölgyesen búcsúztattunk egy drága lelket, a Zsuzsikát, aki 38 éve volt az Ipoly Tölgyesi ház lakója. Súlyos mozgássérültként egész életét tolókocsiba töltötte, de a lelke végtelenül gazdag volt. Gyönyörű kis verseket diktált az ő mély hitéből, az ő Istenre hagyatkozó lelkületéből. Tehát amikor búcsúztattuk őt, a polgármester úr azt mondta, elment a nagy tanítónk, a Zsuzsika. Tehát az ő életének a tanúság tétele, az megszégyenített bennünket, hogy ő el tudta fogadni a sorsát, és az Úristenre tudta bízni az életét. Tehát ez megint, tehát a kérőgma, tehát a Szentírás élő üzenete, az Eukarisztia ünneplése, és a szegények felé odaforduló együttérzés, mind-mind alkalom arra, hogy rátaláljunk az Úristenre. Csendről az jutott eszembe, és akkor egy picit provokálnálak benneteket, hogy az ismeretségkörömben nekem is, én például kifejezetten nagyon szeretek csöndben lenni, de vannak olyanok, akik úgy, mint te is mondtad, Laci atya, hogy nem tudnak meglenni zene nélkül, valami háttérzaj nélkül. És én megmondom őszintén, nem mindig merem nekik azt mondani, hogy akkor irány a csend egyedül, mert egy traumatizált embernek, egy depressziós embernek nagyon kemény küzdelem van a csöndben. Hogy nekik tudtok-e valamit üzenni, és főleg most így, hogy karácsony előtt, meg szenteste előtt vagyunk, hogy nem mindenkinek a meghittség jut eszébe, például a karácsonyról sem az otthonnak a melege, hanem pont ilyenkor erősödnek fel az ő szerzett traumái, akár amit gyerekkora óta hurcol, hogy nekik tudtok-e valamit mondani, hogy aztán el tudjanak jutni ők is Jézus felismeréséig. Azt gondolom, hogy nem csak a csendben lehet találkozni a Jóistennel, vagy az Úr Jézussal, nem csak a csendben lehet meghallani a Szentléleknek a vezetését. Arra kellene segíteni mindenkit, hogy megtalálja az ő találkozási pontját, vagy útját. Van, aki a természetbe kimegy, és azonnal ebbe a jelenlétbe tud belépni. Van, aki egy tudományos teológiai művet azon, és ha az leköti a figyelmét, ő akkor már találkozik, akkor ő már benne van. Van, aki a zenébe, van, aki a szegényekkel, a szenvedőkkel való találkozásban. Rendkívül gazdag Istennek a
a repertoárja, hogy hol is találkozhatunk vele. Én ezt fedeztem fel, a Jóisten vezetett ebbe az irányba, eszembe se jutott, hogy én elcsendesedjek, nem volt jellemző rám, se a szentségi vádás, de ebbe az irányba vezetett, én meg szót fogadtam, vagy megértettem, hogy ez az én utam. Én mindenkinek abba próbálok segíteni, ami az övé, ami az ő találkozási pontja, ezt csak felkínálom, mint egy lehetőséget, mert nem ismerik akkora zaj, akkora lárma körülöttünk, hogy nem ismerik a csendnek az ajándékát. Erre meg lehet hívni embereket, de igazából kényszerítenem. Ami pont a karácsonnyal kapcsolatban, megtestesedéssel kapcsolatban, ennyire közel jön az Isten, hogy egyrészt, hogy belém testesül, nem elég az, nem csak egyszerűen szól hozzám, hanem egyé válik velem. És hát nem csak az eukarisztiára mondja az egyház, hogy ez Krisztus teste, hanem ti Krisztus teste vagytok, mondja Szent Pál. A mi Istenünknek van bőre. Meg lehet érinteni a szegényekben, vagy a másik emberben, lehet találkozni vele. És ettől a pillanattól kezdve, vagy fordítva, amit Avilai Szent Teréz mondta, hogy Istennek nincs keze, a te kezed az ő keze. Istennek nincs szeme, de a te szemed az Isten szeme, és lába, de a te lábad az Isten lába, akin keresztül elviszi az örömhírt oda, ahova kell. És ami még fontos számomra, hogy meg kell tanulnunk nem csak hallgatni, hanem meghallani a Szentlélek vezetését a szegényeken keresztül. A szegényeken, a szenvedők, ők nem illúziókban mozognak. Ők a valóság, a nagyon kemény valóságban vannak, amitől mi félünk, hogy bekerülhetünk mi is abba a mély szegénységbe, vagy a valóságnak abba a nagyon nehéz változatába, és elég egy vírus, és már is kiszolgáltatottak vagyunk, elég egy infláció, és elúszott minden, ami tartalék volt, ami biztonság volt. Az evangéliumokban Jézus arra hív bennünket, hogy keressük az Isten országát, annak igazságát, és bízzuk rá magunkat erre az igazságra, hogy ki meddig mer elmenni, az a kapcsolat mélységétől függ. Mennyire tudok milyen hitbeli, szeretetbeli kapcsolatot kialakítani Jézussal. A szentek erre a példák, hogy mindegyik addig ment el, ameddig a szenvedélyes szeretete megengedte, vagy lendítette. Soha nem látott mértékre jutottak, mert a kapcsolat mozgatta őket, ez a Krisztusra való kapcsolat. Ez mindenkinek lehetőségként itt van. Ezt nem érinti az infláció, nem érinti a háború, ezt nem érinti semmi. Ez itt van. És erre kaptunk meghívást, meg küldetést, és csak jó lenne élni vele. Ferenc pápának van egy nagyszerű fogalma, szava, amit nagyon sokszor használ, a közelség. És én azt hiszem, hogy ez az a különleges, kegyelmi alkalom, amikor közel engedjük magunkhoz az embereknek a sorsát, szenvedését, és ott vagyunk, jelen vagyunk mellette. Nekem egy nagyon kedves élményem, hát megint csak mióta nyugdíjas vagyok, gyakran utazom vonattal, és a legtöbb esetben mindig valaki odaül mellém. Én tapasztaltam, hogy amikor aktív megyés püspök voltál, akkor is nagyon sokat vonatoztál. és olyan jókat lehet ott beszélgetni. És hát tényleg ezt hát csak úgy tanácsként mondom minden kortársamnak, hogy olyankor kapcsoljuk ki azonnal a telefonunkat, hogy legyünk jelen az ő számára.
és tényleg hallgassuk meg, engedjük, hogy megérintse az ő élete, sorsa, problémája lelkünket, hogy rezonáljunk, és utána, amit megint csak te mondtál, a Szentlélek Úristen ad olyan szót, ami választ tud adni, útmutatást adni, vigasztalást tud adni neki. Tehát azt hiszem, hogy ezek a kegyelmi pillanatok, amik tehát jártunkban, kertünkben, hát Jézus is ment az emberek között, és ott volt, és hagyta, hogy megszólítsák. Olyan szép ez a fotó és beszédes, pont nem Ferenc pápáról, hanem Bergoglio érsekről járja körül az internetet, hogy ő ül a buszon, villamoson, nem tudom, és tömegközlekedik Buenos Airesben, azt hiszem. Tehát, hogy, és az mindent elmond. Tehát ott van az emberek között, együtt utazik velük egyházi vezetőként. Elérkeztünk a mostani adásunknak, és hát lassan a 2022-es esztendőnek is a végéhez. Egy utolsó záró, igazából egy rövid kérdésre maradt még időnk, hogy papként, püspökként számotokra az advent, különösen a karácsony az egy munkával bővelkedő, aktív szolgálatot hozó időszak. De ugyanakkor keresztényként is átélitek ezt az ünnepet, és bennem fölmerül az a kérdés, hogy én is a saját karácsonyaimban találok-e még valami újdonságot, valami aktuális üzenetet, de hogy ti hogyan készültök a 2022-es karácsonyotokra, amikor meg lesz majd az évféli mise, és úgymond hazamész a püspök hivatalba, vagy a nagymarosi lakásba, akkor hogyan telik egy püspöknek személyesen a karácsonya? Hát bennem ez fogalmazódik meg, hogy megköszönni az Úristennek a bizalmat, hogy bízik bennünk, és hát ez most nem csak ránk papokra vonatkozik, hanem mindnyájunkra, akik vállaljuk a keresztségünket, hogy eszközei lehetünk az Úristennek. Hogyan tégy engem a te békéd eszközévé, ugye, hát ezt idézzük azt hiszi Szent Ferenctől. Én azt hiszem, hogy ez lesz a karácsonyi estémnek a lényege, hogy egy kicsit elcsendesedve megköszönöm, hogy Uram, bízol bennem, bíztál bennem, eszközöd lehettem. Köszönöm. Én együtt szoktam karácsonyozni a kispapokkal, illetve a város papságával van egy közös ünnepünk mindig 24-én este, ami csak egyfajta osztozás a zsolozsma meg a vacsora után, hogy ennek az évnek mi volt az egyik legszebb emléke, és azt tudja, megosztjuk egymással. És az utána következő 2 óra, amíg az éjféli miséig várunk, az nekem mindig nagyon fontos csend, hogy teljesen egyedül az Úrral készülök a legnagyobb eseményre igazából, de hát az jutott eszembe, hogy minden nap karácsony van, mert minden nap találkozom az Eukarisztiában Krisztussal. Ilyenkor még külön élmény, hogy néhány barátunkkal, nem csak ilyenkor, de ilyenkor is a hajléktalanokkal találkozunk, a anya otthonban voltunk most, aztán még a fogyatékkal élőknek az intézetébe, ahol csak egyszerűen a közelség, amiről a Ferenc pápa beszél. Nagyon remélem, hogy amit kér tőlünk, hogy a közelség Istennel, közelség püspökökkel, közelség a püspökök és a papok között, közelség a papok és a papok között, a hívek és a püspök, illetve a hívek és a papok között. Ha ebben növekednénk, akkor a szinodális folyamat egészen gyönyörű gyümölcsöket teremne. Egy kicsit új értelmet nyert a mostani beszélgetés hallatán bennem az a
az ének, hogy csendesély. Ugye, hogy beszélünk a napkeleti bölcsekről, a csillagról, a jászóról, sok minden hozzávaló van ennek a betlehemi történetnek az összeállásához, de a csendről ritkán szoktunk beszélni, de ez az ének ez nagyon szépen megfogalmazza. Elsőként szeretném megköszönni a Szemlélek társalgó hallgatóinak azt, hogy egész évben, vagy ki egy-egy adás erejéig bekapcsolódott ezekbe a társalgásokba, és most is arra buzdítunk mindenkit, és azt látom, azt tapasztalom, hogy ez működik, ez a buzdítás, mert hozzászólnak, és kedves hallgatók kifejezik az észrevételeiket, kritikát is szívesen fogadunk. Még egy adásunk lesz az év legeslegvégén, ahol már egy picit tényleg a jövő évre hangolunk ezzel a most is elhangzott legyen világosság mottóval, és sajátos metamorfózis zajlott le bennem személyesen, nem tudom, hogy kiben milyen érzések voltak, hogy hallgatta ezt a beszélgetést, mert hát a jövő egyházáról próbáltunk egy kicsit beszélgetni, és először azt írtam föl magamnak, hogy a jövő egyháza csendből épül. Majd aláírtam, itt van a papírom, hogy a jövő egyháza találkozásokból épül, és aztán a legfelső szintre, vagy talán más megközelítésben a legmélyebb üzenet az lett, hogy a jövő egyháza közel van. Én legalábbis ezt fogom elvinni magammal, ezt a mottót a mostani beszélgetésből. Nagyon szépen köszönöm Bér Miklós püspöknek és Varga László püspöknek, hogy itt voltak velünk. Áldott szép ünnepet, és aztán majd boldog új évet kívánunk. Köszönöm szépen Sáho Eszternek, műsorvezető társamnak, hogy itt volt. Búcsúzik a műsorvezető Gégény István. Ez volt a Szemlélek társalgó ünnepi adása. Viszont hallásra!